Jó napot, kedves nézőközönség! Most pedig az orosz-ukrán háborúban harcoló magyarokról fogunk beszélni. Az ukrán oldaldal kezdjük, aztán jön majd az orosz oldal. Az ukránoknál először is a háború elején voltak ott hivatásos, illetve szerződéses szolgálatot teljesítő magyarok is, nyilván sorozottak is. A hivatásosokra jó példa Kis Sándor, aki a Fekete-tengeri flottánál szolgált, Ocsakivban, ami egy ilyen műveleti központja volt az ukrán flottának. Az amerikaiak szervezték meg lényegében a Krím elfoglalását követően, és hát a 73-as különleges műveleti központ is ott működött, ami elég sok ilyen kis partoszállás, mondjuk úgy, hogy az olaszoknak egy tüske volt a körme alatt. Vitelezt ki mostanában is. Igen. És bosszantott a Putyin már régóta. És hát hajók is állomásoztak ott, lehallgató központ is volt, amit Putyin többször is szóvá tett, még a háború előtti kis beszédeiben is. És hát itt szolgált Kis Sándor is, amúgy ő már egy jó ideje hivatásos tengerész volt, a Krimben is nem harcolt, de ott volt. Ott volt. Átélte a krimi annexiót. Igen, az egyik utolsó hajón volt, amit az oroszok elfoglaltak. Elfoglaltak. Azért nem véres közelharcokat folytatva. Igen, igen, ez nem volt igen, semmiféle igen. Tényleges harc. Utána Ocsakivba került, és hát egészen február 26-áig ott szolgált, amikor is orosz rakétatámadás érte a bázist. Mély meglepő módon. Igen, igen. Hát egy kisebb hajó legalább megsemmisült, meg hát ugye a létesítmények hát is persze. Jelentős mértékben rombolódtak. A felesége éppen telefonon beszélt vele, megszakadt a hívás, és hát ugye egy idő után elkezdett gondolkozni, hogy mi lehet a férjével, mi lehetett a hívás megszakadás oka. Felhívta az alakulatot, ott nem adtak felvilágosítást, azt mondták, hogy lehet, hogy meghalt, de nem tudnak róla, jöjjön be, nézze meg az azonosításra váró holtesteket. Végül be is ment, 12 azonosítatlan holtest volt, és az egyikben végül is azonosította a férjét. És azt mondtad, hogy a ruha... Igen, amúgy az arca nem volt felismerhető a férjének, szóval teljesen szét volt roncsolódva, viszont a felvarója alapján azonosította be a feleség, ami egy érdekes dolog, hogy ezt miért nem tette meg az ukrán haditengerészet. Ez rögtön mutatja is az ukránok hozzáállását amúgy, ahogy az oroszok és jó a saját veszteségeknek a nyilvántartása és publikálása kapcsán, hogy Nem erőködnek. Tehát ez a legegyszerűbb, hogyha ezt mondjuk, hogy nem erőködnek, hogy elő pontosan. Sőt, kifejezetten gyakran titkolják a saját veszteséget, ami ugye az oroszokra is ugyanúgy jellemző. Tehát egyik fél se őszinte a saját veszteségekkel, és az ellenségnél is nyilván mindegyik eltúlzott, a nagyított számokat igyekszik közé tenni. Ez egy alapvető helyzet. Aztán a szerződésesekről Eperjesi Ildikónak egy még a háború előtti, mármint a 2022-es háború előtti interjúja ad valamelyes képet. Ő 3 a 128-as hegyi lövészeknél szolgáló katonával készített interjút. Ők név szerint Gerhard Tamás, Rácz Ferenc és Szitkó Anikó voltak. Érdekes volt így betekintést nyerni a motivációjukba. Például Gerhard Tamás úgy nyilatkozott, hogy 2015-ben azért csatlakozott az ukrán haderőhöz, mert hogy a társadalmi igazságtalanságot és a korrupciót nem bírta elviselni. Hát nem feltétlenül a legszilárdabb logikai megalapozottság. Ennyi erővel a tűzoltókhoz is csatlakozhatott volna. Hát igen. Igen, tehát ez némileg kamu szövegnek tűnik. Mondani kellett valamit, és akkor valami jól hangzó. Igen, a Szitkó Anikóval készült interjú kicsit érdekesebb abból a szempontból,
hogy amúgy eleve egy szakácsnőről beszélünk, szóval benne egy ukrán katona, de azért a konyhában katona, férje viszont katona volt, és hát ők egy alakulatnál meg egy helyen szolgáltak, és érdekes, amit a terveiről mondott, hogy hát végigcsinálják ezt a 3 évet is, és utána blazítanak egy kicsit, aztán ismét aláírják a következő szerződést az ukrán haderőnél. Ez amúgy nem olyan ritka az ukrán. Igen, ez nem ritka, és ez rávilágít arra, hogy tulajdonképpen a... Ahogy a férfeleség duettek se. Igen, tehát az is nem ritka. Igen, amúgy ez az oroszoknál is többnyire így van, hogy nők jelentős része feleségként szolgál a haderőben. Másrészt az oroszoknál ugye ez másképp működik abban a szempontból, hogy ott az arcvonalban nő nagyon nehezen tud kikerülni. Teljesen jó. De ez egy másik történet. Visszatérve Szitku Anikóhoz, szóval ez rávilágított arra, hogy Ukrajnában a katonai fizetés a háború előtt is viszonylag jónak számított. Nem 14 előtt pacsék volt szép. De utálták a sereget, aki lehetett menekült. De azután már a szerződéses fizetés Ukrajnához képest egy nagyon jó fizetésnek számított. Magyar vagy orosz viszonylatban viszonylag gyengének, de Ukrajnában lehetővé tette ezt a gondolkodásmódot, például amit itt is megfigyelhetünk, hogy néhány évet ott szolgálunk, és akkor utána ideig el lehet lenni abban a bevételben. Ingyen kaja, ingyen szállás, ingyen ruha, azért azt is hozzá kell tenni, hogy ott azért esetleg valami tanfolyamot is elvégezhet, jogosítványt szerezhet, valamit, tehát azért ez a hadseregbe való bemenetel, nagyon hasonló amúgy az amerikai lumpenprolik egy részének a metódusa az amerikai fegyverselőknél. Fölszerelek, hazamegyek, nem nagyon találok állást, nem visszamegyek megint 3 évre. Tehát ez nem ritka ott se. A harmadik kalany pedig Rácz Ferenc volt, aki pedig nos hát eleve hivatásos katonaként ténykedett már a szovjet vörös hadseregben is, méghozzá 1993-ig a Távol-Keleten volt. És hát utána Ukrajnában telepedett le, és 2014-ben jelentkezett ott ismét katonai szolgálatra, hogy hát ha tudják hasznosítani a képzettségét. Ugat cinikusan megjegyezte, hogyha Vlagyivosztokban lakott volna, lehet, hogy az oroszokhoz jelentkezik. Hát igen, mert ez a motiváció így egy ország független motiváció eléggé, hogy hát voltam katona. Valamihez értek, most éppen olyan a helyzet. Hát igen, meg azért tegyük hozzá, hogy ez is egy jellemző, hogy nincs mondjuk semmi rendes állásom, meg szakképesítésem, és a seregbe azért lehet emelkedni, még az ukránoknál is nyilván úgy, hogy nyomc általánosod van. Hát igen, azért. De számít. Ez még a magyar honvédség. Bizonyos szintű karriert be lehet futni, fogalmazunk úgy. Hát meg van nyugdíj utána, amit azért ki is fizetnek, igen, tehát persze, azért az fontos, persze, ingyenes meg orvosi ellátás, tehát azért vannak bizonyos előnyei, ami miatt a laktanyába való bevándorlás önként, az nem egy rossz perspektíva. Vagy hát volt a háború előtt, a nagy háború előtt. Igen, szóval a Kárpátalján alapvetően 2 magasabb egység létezik, most már más is van felállítás alatt, de az egyelőre még nem fontos. A 128-as hegyi lövész dandár, illetve a 101-es területvédelmi dandár. Ezek közül a 128-as volt ténylegesen aktív a háború elején. A dandár neve kapcsán ugye több verzió is használatos, hegyi vadász, hegyi lövész, hegyi roham. A kárpátaljai magyar sajtó a hegyi rohamot szereti, gondolom, mert az menőbb. Is mondtad, igen. Az menőbb, igen, az menőbb. De maga az alakulatnak a neve ukránul Girszkó Pihotna, azaz hegyi gyalogos, tehát még csak nem is lövész, hanem gyalogos mindegy, hivatalosan. Ezek hegyi vadászok, tök mindegy, hogy hogy nevezik. Ugyanakkor az alakulatnak az angol nyelvű oldalán már Mountain Assault. Hát igen, ez a hegyi roham, de mondom, ezt mondtam is az előbb a Hubának, ez olyan, hogy a franciák alpesi lövésznek, az olaszok meg Bersaglierinek hívják,
nem pont ugyanaz, de lényegében ez mind a hegyi vadásznak megnevezése. Ahogy a románoknál venátorinak nevezik, ami meg szimplán vadász. Tehát, ki hol, hogy nevezi, hegyi hadviselésre kiképzelt könnyű gyalogsági speciális egység kész, tehát hegyi vadász összefoglalóan. Egy munkásközpontú magasabb egység, ami érdemes róla megjegyezni, hogy jelentős részben azért hivatásos, meg szerződéses állománya is van, amelyet sorozottak is vannak ott. A hivatásos, meg a szerződéses állományban viszont a magyarok aránya kisebb, mint az ukránok aránya, érthető okokból. A Kárpátalja lakosságát, hogyha nézzük, a 2001-es ukrán népszámlálás szerint 150 ezer magyar élt ott. Ez... Ami nyilvánvalóan hazugság, akkor annál nyilvánvalóan több. Ők ugye... Hát ugye nem annyira célszerű magyarnak. Meg hazudnak, tehát ez olyan, hogy a románokkal kapcsolatban is a román-román vélemények szerint negyedmilliós románság van Észak-Bukovinában, az ukránok ott is kb. Ugyanezt a számot voltak hajlandóak elismerni, és az oroszok számarányát is a Krímbe ők valami 70% alatti, a 60 körüljel lőtték be. Ahhoz képest még Friderikusz is elismerte a Krím elcsatolása körül az ATV-n, hogy 80%-os orosz többség van. És aki ukrán, az úgy költözött oda. Pedig azért Friderikusz minden, csak nem éppen egy putinista. Tehát, ja, szóval ez a 150 ezer fő amúgy 12,1%-ot jelentene. Valóságban tételezzük fel, hogy akkor még egy olyan 15? Hány szerintem még több is, de mindegy. Jó, 15 és igen. 20 között valahol, igen. Hát ez egy 4000 fős dandárhoz viszonyítva, hát még így arányosan igen. Is csak néhány száz fő lenne. És hogyha hozzáveszik, hogy szerződések meg hivatások, akkor valószínű, hogy... Hát ott több az ukrán-ukrán, igen. Talán egy 10%-os arány, vagy ha feltételezünk, az úgy reális lehet. A 101-eseknél nyilván más a helyzet, ott a magyaroknak is minimum létszámarányosan jelen kellett lenni, de... Sőt, inkább túlreprezentálva, mert ezt, ahogy tanult kollégámnak kifejtettem, azért igen jellemző volt az a 22-es nagy harci akciók előtt, hogy teljesen egészséges, semmilyen fizikai problémával nem küzdködő, ellenben jelentősebb anyagi háttérrel rendelkező ukrán új emberek, azok nem lettek oda beosztva a annyira nem kedvelt magyar etnikai kisebbség tagjai, meg teljesen mindegy, hogy milyen alapon, de igen. Tehát azért ez hát mind... A területvédelmi dandár az csak a 22-es háború után releváns, mert addig ezek lényegében... Csak az arányok ott valószínűleg inkább felénk voltak eltolva. Igen, lehetséges. Az viszont Ungvár központú ez a területi dandár, leginkább a 68-as zászlóalja, ami leginkább híres, de ugye vannak más zászlóalja is, ezt azért nem árt, hogyha tudjuk. Ungvár környékén azért egy elég jelentős magyar lakosság tömb van, tehát valahogy ott a központja... Talán ezért, hogy a 68-as alapján ismerte. Jó, és a harcokban a 128-asok lényegében az elejétől kezdve részt vesznek keleten. Szeverodonyecknél kerültek először fontosabb szerepbe, ami hát eleve járt veszteségekkel, majd, nem is kicsikkel. Majd pedig ezután Herszon térségében harcoltak. Itt ugye szeptember 2-a, ami egy gyásznap volt Kárpátalján, az aktuálisan elszemben a veszteségek miatt. És ugye itt, bocsánat, piacon megszakítanák, ugye ott volt az, amikor öt halottat. Hát sok halottat nem ismertek igen. Be, de az, hogy mennyit ismernek be, mert ezt akartam kihozni, tehát ez a lényeg, hogy ott ugye kivételesen elismerték, hogy tömeges veszteséget szenvedtek, talán mintha hetet vallottak volna be. Hát talán valahogy így. És ott azért az kibukott, nem csak a magyarországi kormány közeli lapoknál, de máshol is, hogy az ukránok nem nagyon vallják be a súlyosabb emberveszteségeket, illetve szétterítik. Tehát ott az egy rendkívüli pillanat volt, hogy a kárpátaljai kormányzó elrendelte ezt a gyásznapot, és elismerték, hogy legalább 7 halott volt. Valóságban majdnem biztos, hogy több, ugyanis azért nagyjából össze lehetett rakni, hogy
ilyenkor egy kicsit pihentetik szegény halottakat a halottas házakba, és időszakosan adják ki a családnak. Tehát elnyújtják a halottaknak a kiadását, és ezzel kapcsolatban ugye, ahogy a hivatásos elesetnél is, a bejelentéssel se előködnek a famíliának. És azért van jócskán olyan is, amikor már hónapok óta semmi hír az emberről, és az ukránok nem mondják se azt, hogy eltűnt, se azt, hogy meghalt se semmi, de valószínűleg történt vele valami. És itt azért kibukott, hogy informálisan megmondták, hogy hát igen, ez azért volt most olyan sok hatás, mert korábban 5-nél többet soha nem adtak ki egyszerre. Tehát ez azért kibukott ott, és mondom, nem csak a magyar nemzetbe, hogy hát igen, mert korábban nem adtak, de valószínűleg az történt, hogy annyi volt, hogy nem tudták szegényeket parkoltatni a halottas házba. Uh-huh. Tehát itt állítólag ennek ez volt a háttere, hogy olyan sok volt, hogy nem tudták parkoltatni a halottakat a halottas házba. Persze nyilván megoldhatták volna, de nem akarok rémtörténetekbe belemenni, de ott ennek lehetséges, hogy ez volt a háttere. Majd ugye Herson után pedig még itt volt egy kis acsakivi ellenoffenzíva, amiben sikeresen szerepeltek, főszerepet lényegében először ott kapott a 128-as hegyi gyalog dandár. Hát és jól vettek igen, részben, igen. Nem, se panasz nem volt rájuk, se semmi. Igen, ők nyomultak előre ott a Gyepper partján. Igen. És utána pedig Bakhmuttól északra kerültek, ami hát, már megint nem igen, azért inkább már csak a részvétünket tudjuk kifejezni, és azóta se hallani, hogy milyen veszteségeik vannak, pedig azért a bakhmuti húsdarálót ugye a korábbi videókban rengeteget emlegetett Colonel Milburn maga nyilvánította egy első világháborús Verdunhöz, meg Somme-hoz, meg Passchendaele-hez, az ugye a nyugati megnevezés a Ypres melletti csatákhoz hasonló méretű katasztrófává. Tehát azért az nem egy játék, az biztos. A 101-esek a Szeverodonyecki harcok tájékán kerültek ki a keleti frontra, úgy annyira komoly harcokban nem vettek részt jó ideig, amiről híresebbek az, hogy a Harkovi ellen offenzívában szerepet játszott a Blandár. Még ha nem is olyan nagyon nagyot, nyilván nem az ég szerepét hát töltötték be, de ott voltak. Igen. A 101-eseknek a frontra küldésével nyilván a fronton harcoló magyarok száma jelentősen megnőtt, lévén, hogy mindazt már mondtuk, ott azért nagyobb a magyarok aránya. Hát meg közben azért a sorozás is Kárpátalján, nagyon pörgött, tehát azért ezt úgy gyorsan elmondanám, hogy a nyári időszakban volt olyan időszak, amikor Kárpátalján biztosan jobban soroztak, mint magába Kijevbe, tehát ez a nevezetes, hogy a kijevi diszkópatkányok úgy júniustól augusztusig nagyjából úgy élték az életüket, mint hogyha mi se történt volna, Kárpátalján meg orvaszájba osztogatták a behívókat még a busz megállók, és erről majd beszélünk részletesen, hogy az ukránnak milyen érdekes metódusai. Igen, így a sorozással összefüggésben nyilván a 128-asoknál igen. is egyre nőtt a magyarok aránya. Igen, illetve hát nem a, azért ennek a területvédelmi csapattestnek azért még ukrán viszonylaton belül se a legjobb a felszereltség. Igen, ez meg a másik, ugye kiképzettség, felszerelés gyengébb, túlélési esélyek is rosszabbak. Igen, és valószínűleg azért nem is az ukrán vezérkarnak a szíve csücskei, tehát hogyha valami rosszabb húsdaráló offenzívába gyorsan be kellene vetni őket, ott nem lennének nagy fájdalmaik, hogyha ott nagy veszteségek vannak. És ugye a veszteségekről így október 10-ei Orbán Viktornak a Berlinben elmondott beszédéből az a 7 kivágott percben ejtette erről szót, és akkor 200 magyar halottról beszél. Most eddig elvesztettünk körülbelül 200 embert, meg 6-200 magyar. Na igen, és itt kicsit megint vissza kell térnem arra, amit az elején beszéltünk, hogy ez ugye nehéz kérdés, hogy magyar állampolgárságú, magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű, ugye nagyjából ezeket meg lehet feleltetni egymásnak, de ugye mondtam, hogy azért van olyan magyar állampolgárságú, aki nem feltétlenül tud magyarul, nem biztos, hogy etnikailag magyar, de megszerezte, mondjuk felesége révén, vagy bárhogy, vagy még akár korrupcióval is. Vannak olyanok, akik beszélik a magyar nyelvet, de egyáltalán nem biztos, hogy
olyan nagyon piros-fehér-zöld nemzeti érzelműek, vagy egyáltalán magyarnak tekinthetők, mert azért kárpátaljai cigányok azok nagyon sokféle nyelven beszélnek, máshol is, tehát a kelet-szlovákiaiokra is jellemző, hogy össze-vissza beszélnek minden nyelven, ami éppen célszerűbb, illetve hát de az sem érvadó, hogy kinek van állampolgársága, mert azért nem mindenkinek ott sincsen, mert ugye úgy Ukrajnában egy csomó minden funkciót nem lehetett betölteni. Ja. Tehát meg el is nyomták ezt a kettős állampolgárság felvételi dolgot elég rendesen, főleg az utóbbi években, tehát ez egy nagyon nehéz kérdés, meg hát azért lehetnek olyan magyarok, akik nem Kárpátalján élnek, ugye? Kijevbe és más helyeken, nagyobb számban, azok semmit nem feltétlenül tud. És ott is honnan tudnánk azt, hogy például részben magyar származású az ürge, a neje meg mondjuk egyáltalán nem az, elmenekül mondjuk az asszony Berlin alsóba vagy Prágába, a fickó elesik, nincs magyar állampolgársága, a nejét nem is értesítik, na most ezt minek számít? Tehát nagyon nehéz kérdés ez, hogy mi meg hogy. Nekünk a Hubával ez a 200 magyar veszteség, ez nem tűnik irreálisnak, ugye ezen nagyon nagy viták voltak a magyar sajtóban, hogy hát sok, kevés, Orbán csak ködöt szurkál, meg benyög valamit, nem tudjuk honnan van az adat. Hát valószínűleg azért valamilyen hírszerzési információ rendelkezésre. Igen, nem is baj az, hogyha nem tudjuk, hogy hol van az adat, mert én azért emlékszem arra, amikor Lézer Jani mondta, hogy eredményesen dolgoztak a titkosszolgálatok Kárpátalján, és a jelenlétembe fogta a hírszerző ezredes így a fejét, hogy úristen, mit beszél és miért mondja. Tehát igen, voltak ilyen kalandok a honvédségbe. Tehát nem baj, hogyha ezt nem szivárogtatják ki, hogy honnan van, de ez azért régen volt. Tehát ez ugye már... Ez október. Igen, 6 hónapja. Hát azóta biztos, hogy még nagyon sokan elestek. Igen, nőtt is a magyarok aránya, ugye a tárgyalt időszak jelentős részében, aktív harcokban a 101-es területvédelmi dandár nem vett részt. Igen. Tehát effektív a fronton lévők száma, amieink közül növekedett. Igen. És a harcoknak az intenzitása is növekedett, mert jó, persze nyáron is durva harcok voltak Szeverodonyecknél, de úgy azon kívül olyan nagyon sok minden nem történt. De hát mióta van ez a bakhmuti húsdaráló, azt szinte az egész ukrán hadsereg megjártott. Tehát az tényleg már egy ilyen verdeni vérszivattyú ukrán rész. Az orosz részről is, tehát ott meg jobban bírják a veszteséget több az ember. Hát ez relatív kérdés. Hát az ország lakossága hát több, és onnan nem menekültek el, nem tudom, hány millió van. Tehát azért, igen, és azért az is tényleg, tehát az nagyon jellemző, hogy Kárpátalján jobban ki vannak hegyezve részben érthető okokból arra, hogy ott tudjon. Tehát volt az elején egy nagyon komoly elmenekülés a sorozás miatt, és utána ott azért eléggé rágyúrtak arra a hatóságok, hogy ez annyira ne legyen lehetséges, és elég durva módszerekkel, primitív módszerekkel, inkább így mondom, nem is annyira durva, primitív módszerekkel. Más kérdés, hogy indokolható módon hajtják végre. És tényleg az ukrán nagyvárosok egy részében nyáron azért nem feltétlenül magyar beszámolók is szóltak, olyan állapotok voltak, mintha nem lenne háború, és kávézgattak, 20 éves fiatal férfiak, meg diszkópatkányoskodtak, és ezt így mondták is, hogy augusztus végén azért emiatt már Kijevbe kellett is ilyen diszkóraziákat folytatni, mert már emberekbe háborogtak amiatt, hogy hát azért miket rakosgatnak fel a Facebookra, hogy mekkora parti volt a kijevi diszkóba, és tele van 20 évessel, és az mégis nem a Szeverodonyecki csatába erősítette az ukrán erőket? Tehát igen, tehát ott már az ukrán kormánynak kellett lépni, hogy akkor talán a diszkókat tyúkják már végre be, esetleg. Tehát igen. Igen, és akkor ebben a két alakulatban szolgál a kettő legismertebb figurája is a kárpátaljai magyar önkénteseknek, az Ungvári Egyetemnek a kettő tanára. Két ukrán propaganda videógyáros gyakorlatilag. A Traski Viktor, ő a 128-as
hegyi gyalogosoknál, mint tüzér. Ő még a háború első napján jelentkezett tönként, amúgy nem volt sorkatona soha, nem számított tartalékosnak. De jól csinálta. Tehát az ilyen helyzetben a legesélyesebb az, hogyha az elején jelentkezik az embernek, akkor van rá remény, hogy olyan helyre kerüljön, ahol ha van valami szakképzettsége, azt hasznosíthatja. Hát nem valószínű, hogy sorra került volna, amúgy, ha nem jelentkezik. Nem tudhatod, hány éves. Ő annyira nem idős, szóval életkora alapján sorra kerülhetett volna, de hát vannak neki nemzetközi kitüntetései is, meg ilyesmi. Nem biztos, hogy szóval az érdekelte volna őket tavaly nyáron. Igen, mindegy. Lényeg, jelentkezett, és akkor a toborzó bizottságnál elmondta, hogy hát ugye fizika, meg matek PhD, és akkor mondták, hogy hát pont ilyen emberekre van szükségünk a tüzérségnél. Teljesen logikus. Hát igen, ott a röppája számításoknál nyilván jól ilyen az ilyen jellegű ismeret. Ugyanakkor a kiképzésén, ahogy ő fogalmazott, csak kis fegyvereket használtak, akár meg hasonlóra gondolhatott. De ezt beszéltük, hogy ott azért nem állt, hogyha kedvelő személyzet megkapja a lövész. Igen, és amikor már ténylegesen kint voltak az arcvonalban, akkor ott akkor kezdett el ismerkedni a tüzérséggel, meg akkor tanulta meg a lényegében annak a csinyát, binyát. Amúgy érdekes az ő motivációja, amiről beszámolt, hogy az anyai nagyanyja mesélt neki Kárpátaljának a felszabadításáról. Szovjetek általi elfoglalásáról. Igen, szovjetek általi, de az ő narratívájában persze már csak oroszok általi elfoglalása. Jó részt azért ruszkik voltak. Hát pont Kárpátalja az a rész, hogy a ukrán kommunistáknak már jelentős szerepben volt. Ugye ők annyira felszabadították, hogy utána még a Tiszántól egy részét is hozzá akarták csatolni. Igen, a Beregnek az a kis része, ugye az a Csonka Bereg, ami Szabolcs-Szatmár Bereg része, azt megpróbálták elfoglalni. Minden esetre ugye, nagyon elmesélt, hogy mennyire nem zajlott le barátságos módon az a felszabadítás, nyilván főleg a magyarokkal szemben nem. Hát igen. De a magyarokkal szemben az ukránok se viseltettek barátságosan, amúgy az UPA se viseltetett feltétlenül barátságosan. Azok senkivel szemben nem viseltettek barátságosan, igen. Szóval ez nem kellett az kommunistának lenni. Az UPA az... És nagyapját meg elküldték a Donbassba egy évre bányászni, szóval kellemetlenek voltak ezek a családi emlékek, és hát valami ilyesminek képzelt el Taski, a Bucsát, meg Irpint is. Valószínűleg nem feltétlenül rosszul alapozva, mert... És nem akart, hogy Kárpátaljában is ilyesmi történjen, ezért jelentkezett saját elmondása szerint. Igen. A másik... Ez egy utólagos narratíva valamelyes, mert ez nem 24-én volt. Hát akkor még Bucsa, meg Irpint nem tudta senki, igen. Minden esetre... Ez valószínűleg világnézetileg indokoltnak tartotta. Fedir Sándornál pedig a világnézet az még inkább egy hangsúlyos pont. Ő a 68-as területvédelmi tartalékos zászlóainál szolgál, és hát ott ilyen lényegében mémgyáros is szinte, szerintem lehet ezt mondani. De ő tényleg a fronton van, tehát azért tegyük hozzá, hogy mindketten tényleg a fronton vannak, ellentétben Sandra Andersen egyrával. Ő a lövészárokból tart ugye órát, ugye október 23-án lyukas zászlós videója. Az mondjuk... Aztán meg mostanában meg a Magyar Honvédség felvaróját alá tette az ukrán zászlónak. Csodálom, hogy engedik amúgy. Meg ugye van egy rakás ilyen adománygyűjtő akciója is, itt amúgy volt egy... Ezt mondanál, igen. Ezt igen, például a 444-en volt... Mély meglepő, hogy pont volt ez a kép, majd bevágom, hogy a magyarok hogy örülnek a kapott adománynak, és hát ugye hát szépen látszik, hogy milyen szép hogy nem magyarok. Kozák frizurája van. Tehát azért az igazi ukrán pofákat, azokat nem olyan nehéz megkülönböztetni. Hát, jellegzetes arcszerkezetük van. Kozák frizurát. Ukránok is szeretik viselni, az oroszok közül is egy részük, főleg a kozák kötődése ténylegesen, a Luhanszki néphadseregben kimondottan gyakori.
de kárpátaljai magyar sajátosságnak nem gondolnám. Sőt, ruszinnak se. Igen. Igen. Ja, igen, és akkor a Harkovi ellenoffenzívában során beszámolt arról, hogy az ukrán-orosz határ közelében fekvő Ambern faluba elsőként magyar nemzetiségűek hatoltak be, Laci Áron és Bars fedőjelekkel. Hát ez mondjuk hihető, hát lehettek ők a felderítő szakasz tagjai. Igen, és ugye a motivációjában Fedir Sándor azt úgy nyilatkozott, hogy nem csak Ukrajna függetlenségért és szuverenitásáért harcolok, hanem azért is, hogy civilizált világban élhessen a következő nemzedék. Szóval ő nagyon, nagyon ezt a nyugati propaganda által hangoztatott narratíváját mondja a dolgoknak. És szóval itt mi most nem az oroszokat akarjuk mentegetni, de az ukránok semmivel nem civilizáltabbak, mint a ruszki. Tehát a motiváltságot akarom így a különböző szereplőknél. Hát meg szerintem azért kap ilyen panelokat, hogy figyelj, mit lehetne jó most mondanod, érted? Tehát nem hinném, hogy ez lehet, hogy ez komolyan veszi, elhiszem, hogy ott van a fronton, de szerintem azért kap néha ilyen kis izéket, kis vakszínűléket, akkor ezt olvasnál. Hát igen, de azért minden megnyilatkozásából kiderül, hogy egy világnézetileg neki van egy nagyon erős, nem ukrán, hanem nyugati elköteleződése, ami tényleg amúgy a ukrán realitás nem nevezhető egy liberális paradicsomnak, egyáltalán nem. Abszolút nem. Sőt, annak legalább annyira ellentéte, mint az orosz. Igen. Lényegesen közelebb van világ, társadalom, filozófiai, meg nemi szerep, meg egyéb felfogásba az ukrán mély valóság, meg az orosz állami szint, ahhoz képest, hogy mondjuk Hollandiában van. Tehát, igen. Igen, ő viszont így szintén így világméretekbe gondolkodik, lehet mondani, és ennek megfelelően úgy látja, hogy Oroszországot ezen értékek, vagy nem értékek terjedésében meg kell állítani. Hát a liberális internacionális nemzetközi harcossal. Hát, igen, ez egy jó megfogalmazás. Igen. És hát ugye itt is működik az, hogy Ukrajnát nyilván ennek a részének állítják be, pedig igaz, hát nagyon messze van. Se a demokrácia, se a szabadság. Az Azov ezred és a Kraken és más ilyen társulatok azért messze vannak. Nem működnek azért úgy teljes körűen. A demokrácia, a választások se lesznek lassan, az Zelenszkinek épp olyan kedve van. Igen. Hát ugye itt a pártrendszert alaposan korlátozták, szóval. Az ellenzéki pártokat mondjuk ki lényegében beszántották. Hát, sajtójukkal, hát, médiájukkal, mindennel együtt. Igen. Elsőként az ilyen orosz barát pártokkal, mind a jelentéktelen régiók pártja. Hát végül is 30% meg 40 körüli támogatottsága volt, igen. Hát persze, amit Zelenszkinek szabad, az Putyinnak nem, amit Putyinnak szabad, az neki nem lenne szabad, Zelenszkinek meg igen, tehát ezt tudjuk, nem vagyunk róla meggyőződve, úgyhogy zselé mester sokáig lesz még ennyire nagy kegyben Amerikában és máshol, mert azért már kicsit, hogy is mondjam, már kicsit sok, tehát attól már messze vagyunk, amikor felállva üvöltve tapsoltak neki a kongresszusba egy estibes és bejelentkezésnél. Hát nem tudom, szerintem azért azért attól már messze vagyunk. Jelenleg nem lenne célszerű arculatot váltaniuk. Ha csak nem döntenek úgy, hogy egy kicsit vissza kell csavarni a dolgokból, és Zseli ezt nem fogja föl. Az lehetséges. Ezért latin-amerikai ilyen regime change-eket ismerve ezt így elcsavarják a gombot, és akkor jön egy tábornok. Nem kizárható. Na mindegy. Na, visszatérve Fedir Sándor, az ugye a 68-as területvédelmi zászlóaljjal kapcsolatban arról szeretnék megemlékezni, hogy annak a neve ukránul, idézőjelben az ukrán, Zakarpátszki Sárkány, vagy Sárkány, és hát ugye igazi ősi ukrán szó, még Bogdan Hmelnicki maga használt ezt a kifejezést. A Zakarpátszki az ugye Kárpáton túl itt jelent, a Sárkány viszont az magyar hát szó, mert nem. Ukránul ez drakon. Sehogy máshogy nincs értelme, csak magyarul. Igen, és hát így sikerült egy ilyen
két nemzetiségű nevet elérni a zászlóval. Ez is azért utal rá valószínűleg, hogy a magyarok számaránya ott igen nagy lehet. Inkább valószínűleg a többséghez közelít. Igen. Jó, és akkor szerintem a sorozásról ejtsünk még néhány szót. Jó, hát igen, ez részben az én reszortom. Viszonylag aláírom, most nem vagyok teljesen naprakész, mert azért kicsit korábbra terveztük ezt a megjelenést. Nekem az az érzésem, és ezt Huba fogalmazta meg zseniális, hogy az ukrán sorozási rendszer a kisebb ellenállás irányába mozog. Tehát az ő levédett szövege. Elképesztően rossz. Tehát tényleg rossz az, ahogy csinálják, ezt nyugodtan kimondhatom, mint volt katona, katasztrofálisan működtetik. Az értelmes metódus az az lenne, hogyha évfolyamonként hívnák be, de akkor viszont faltól falig kevés mentességgel a népeket. Hát ugye rengeteg mentesség van, igen. Viszont akinek nincs mentessége, annak nagyon nincs. Igen, illetve óriási a korrupció, és gyakran szinte már az irak-irán háborúnak az ilyen emberbegyűjtési metódusait idézi, hogy megy a kis busz, kipattannak belőle, és belapátolják, akik tudnak. Most ezt hozzá kell tenni, és főleg a kárpátai viszonylatban, amikor az ottani magyarok, meg a hazai kormány közeli média őrjöng rajta, hogy hogy soroznak, ezt azért csinálják egyrészt máshol is, csak azt mi annyira nem látjuk. Másrészt tényleg ezt azért Hubában mindketten vérből militaristák vagyunk. Amikor a 30-as éveik elején lévő egészséges férfiak grasszálnak egy éve tartó háború közepén, fényes nappal a főutcán. Úgyhogy már kétszer-háromszor megkapta a behívót, és szart átvenni a postástól, és azt hiszi, hogy ezzel el van intézve, az ne nagyon sírjon, amikor jön egy mikrobusz, és amikor éppen megy a boltba, vagy minden nap elmegy bevásárolni a saját házától, mert még csak nem is bujkál, kiugranak a mikrobuszból, leütik egy gumibottal, kezébe nyomják a behívó parancsot, és megbilincselve belökik. És ugye ezt segítenek neki aláírni, hogy is fogalmazzuk. Hát addig ütik, amíg alá nem írja, igen. Mondjuk persze itt is a legagresszívabban ezt azokon a részeken csinálják. Ahol etnikai kisebbség igen, van, igen. Tehát ez egyértelmű, hogy a románoknál is valószínűleg csak a román média ezt nem volt hajlandó helyén hát kezelni. Hát hogy annyira utána se néztem igazából, nem, de azért látszik, hogy... Ők a mostani nemzetiségi törvények nem voltak hajlandók ezzel foglalkozni. Tehát ők jegelték az egészet. Egyáltalán Bukarest azt hitte, hogy majd, hogyha mindenben az amerikai ízét követve tövig nyal Ukrajnának, akkor majd ezt abba hagyják, és most szembesültek azzal, hogy nem. És most lett ugye a hirtelen nagy összebékélés a magyar külügy, hogy akkor közösen mennek óbégatni. Tehát ez egy nagyon nagy fordulat volt tőlük. Főleg úgy, hogy Románia sokkal durvábban támogatta Ukrajnát a fegyverzetben, meg minden egyébben diplomáciai, légi felderítéssel, amit el tudunk kézni. Ők ugye ott meg helikoptert is veszítettek, meg tengeri felderítő repülőt, meg ki tudja mit ott a Odessa körüli zűrösebb időszak volt a Kígyósziget tájékán. Ukrajna nem értékelte ezt. Tehát a sorozás az rossz, ez biztos az ukrán rendszer nagyon rossz. Igen, meg a kisebbségre átérve ez az oroszokat is érinti, igen, szóval Odesszában ugyanez van. Például nagyon erőteljes, igen, és van az ukránnak egy ilyen elvárása, hogy hiába orosz anyanyelvű. Legyen ukrán. Igen. Igen. Tehát röviden ez a lényeg, hogy jó, te olyan ukrán vagy, aki nem ukránul beszélsz, kész, le van szarva. Tehát az ilyen Ceausescu-i nemzetiség politika, hogy a székelyek azok magyar nyelven beszélő románok. Tehát ez így kb. Így lehet kifejezni. Egyrészt az abból, hogy katasztrofa, másrészt tényleg primitív, bunkó, Timur Lenki típusú sorozása is rendszerük van, meg ilyen szovjet polgárháború emlékeztető idők, hogy hány éves vagy? 17? Jó, elmúlt a 18, besorosztalak. Tehát akit így el tudok kapni... Hát 16-nak kell elmúlni. De érted, hogy miről beszélek. Tehát akit el tudnak kapni, szinte ilyen kelet-ázsiai szinten, ilyen dél-kóreai háború. Igen, elején. Hát ugye a szociális otthonokat igen, hamarabb igen, találták meg, mint sorozási telep. A csöveseket összegyűjtötték, ami mondjuk nem olyan nagy baj, de tehát nem a messze a leghasználhatóbb. És például az egyetemek a mai napig nincsenek bezárva. Teljesen értelmezhetetlen. Az első az kellett volna, hogy legyen, hogy kijelentik, hogy jó, akkor ez a fél év ez rotty, lelőve minden, és mindenki átakarodik, és rendes kiképzést adva nekik, mondjuk szeptemberben nem az egyetemi tanulmányait folytatja, hanem a frontvonalra megy.
Ehhez képest ez az űrzavar van, úgy, hogy közben tényleg milliók menekülnek el, meg menekültek el az országból. Jó, vissza is ment több tízezer ember, hogy harcoljon, ez is tény, meg ezt ugye többször kifejtettük, hogy azért a külföldi önkéntesek egy jelentős része is az olyan, hogy külföldi állampolgársággal rendelkező ukrán. Tehát ez a Kanadából, meg itt tudom én honnan oda özöllődte meg, azért az valószínűleg az volt, főleg meg Brazília, meg ilyenek. De a sorozásban az látszott nagyon, hogy egyre durvább hullámokba csinálták, ahogy éppen kellett az ember, nyáron egy kicsit letekerték, Kárpátalján nem annyira, de máshol igen, aztán megint durvább lett, és az ukránok tényleg elsütöttek olyanokat, ami azért bejárta a magyar sajtot, még hogyha Index 444, Telex, Tengely, meg HVG nem is akarja ezeket elhinni, bizony a vízfejűt is elvitték. Most képzeljük el, hogy egy vízfejű az mit ér. Meg is halt, még a kiképzés alatt. Elvitték a fél lábút. Annak az volt a szerencséje, hogy hát szó szerint levette a fél lábát a sorozóbizottságnál, és az meg rendes volt, és azt mondta, hogy jó, hát akkor azt nem biztos. Hozzátenném, mint tényleg, mint brutális militarista, bizonyos katonai helyzetben, bizonyos feladatokra a fél lábúakat lehet használni, például hadifogoly táborőrzésbe, ülsz egy géppuska mögött egy 6 méter magasan lévő toronyba, teljesen mindegy, hogy hány lábad van. Hát igen, meg azért ugye a nyugati hadseregek jó részében már ugye a fél láb nem kizáró tényező. Ez is igaz. Angol... Másrészt ott nyilván jobb minőségű lábad. Jó, de ha nincs angol légideszantosról olvastam, aki visszament Afganisztánba egy második körre, úgyhogy térdalat hiányzott az egyik láb. Arci bevetése. Igen, de ott jobbak azért a művel. De a második világháború is a németeknél azért tüzérségnél, meg ilyen helyeken, sántit rendben nem kell szaladni. Tehát, és a britek is a második világháború fogolytáborőrzésre gyakran olyan tiszteket küldtek, akiknek például hiányzott az egyik szeme. Nem szerelték le, és egy fogolytábort azt miért ne tudna eligazgatni egy kapitány, akinek csak fél szeme van. Ja, hát fél szemmelyek jelenleg is vannak a fronton, persze, tehát van logika ebbe is, de borzalmasan brutális, néha már az ilyen, és agyatlan, tehát a német Volksturm az nem volt éppen a gyönyörűség teteje, de azért az valamennyire össze volt rakva az ukránok, mint hogyha a Volksturmot kevernék egy ilyen népfelkeléssel, összeadva egy ilyen ázsiai típusú ilyen hadúr vagyok, és akit találok, azt berántok a seregembe, és közben meg tényleg olyan igazságtalanságok vannak, hogy hát a gazdagabbak meg megúszszák. Tehát ezt nem lehet máshogy mondani, most már nehéz. Eleinte azért mondták, hogy hát az pár ezer hívnya volt, és kapott mentességet, most már azért nehezebb, most már azt mondják, hogy most már ez nem így működik, már tavaly ősszel se így működött, tehát azért a bakmuti daráló azért az csökkenti ennek az arányát, de nem, tehát nem egy kidolgozott rendszer, és rossz. Ezt hát igen, meg ugye azért nem csak a bakhmuti darálóban ott, hát hanem közben egy tartalékképzéssel is próbálkoznak. Ami ment egy részt a bakhmuti darálóba. Egyrészt ment, de ugye jelenleg is 25 dandár áll felállítás alatt. Jó, de most ez mennyire van feltöltve, azért az ráírják két zászló arra, ami nincs feltöltve, hogy az egy dandár. Hát tudod? Az ukrán dandárok úgy ameddigre a frontra kerülnek, hát addigra, nagyon ritkán szervezeti létszám alatt. Jó, addigra igen, de most van, érted, annyi szervezés alatt, az nem biztos, hogy tényleg igen, is igen, ezek nagy része nyilván félkész, nagyon részkész, mondjuk leginkább nem az emberi tényező hiányzik. A felszereléssel vannak gondjaik, és nem is az alkákkal, tehát a komolyabb cuccokkal. Nem, hát a sorozásról még annyit, hogy esetleges, tehát ez tényleg látszik, és tényleg nagyon primitív, tehát én az irak-irán háborúval, aki esetleg látta azt a filmet, hogy a lányom nélkül sor, mindenkinek ajánlom, borzalmas, még számomra is. Egy amerikai nőnek a megtörtént története az irániak nálam, férje hazatért, és hát ő is vele, és nem volt jó ötlet, és hogy hogy szökött onnan meg a kislányukkal. Ott volt egy ilyen jelenet, hogy fociztak az általános iskola korú fiúk a grundon, és megálltunk egy kis busz, és a forradalmi gárda lögdöste őket be. És mondta, hogy úristen, és ezt sem is oroznak. És közben meg felnőtt egészséges férfiak kovicáltak a bazárba. Tehát nagyon-nagyon-nagyon rossz, és nem is célszerű. Tehát, hogyha tisztességesen csinálnák, Ukrajna minden gond nélkül ezt az egymilliós hadsereget már régen kiállította volna, úgyhogy nem omlik össze a gazdaság.
Német... Hát ugye a másik meg, hogy a gazdaságnak a még működő részére is nagyon vigyáznak, szóval ott is azért komoly korlátozások vannak a sorozással kapcsolatban. Igen. Pedig azért a gazdaság jelenleg se a saját termelés alapján működik, így tehát, hogy nincs áram. Persze, tehát az üzemekben fölösleges ezt játszani, mit csinálnak, mint hogy ott komoly munkát folytatnának a melósok meg az üzemvezetés. Nem mondom, hogy mindenkit onnan kéne elvinni, de azért a egészséges, nőtlen, 20 éves gyári melós, az miért nem a fronton van, miért bejárogat a hideg üzembe, és nem csinál benne semmit, mert nincs áram. Vagy egyik héten van, másikon nincs. Meg az ilyen közüzemi szolgáltatásoknál is, tehát értelmezhetetlen dolgokat megőriznek, más részét viszont meg, amiben meg nem ártan azon elgondolkodni, hogy azért tényleg nem biztos, hogy a 18 évesekkel kéne kezdeni, meg az 55 évesekkel, ez a még durvább benne, hogy közben folyamatosan tologatják fölfelé, és most már tényleg nagyon gyakori az, hogy 55 fölöttiek téblában. Hát eleve 60 volt megszabva. Jó, de azokat addig nem küldözdek itt annyira elő. Most szerintem már idősebbeket is lehet. Igen. Mellett már minden, csak azok tényleg addig nem nagyon kerültek ki az arcvonalba. Most meg azért hát már hát került, de nem ennyi. Ezt akarom mondani, nem ennyi. És most már azért tényleg ilyen szövegek is voltak, amit megint csak én megértek. És mindig mondtam Hubának is, és tulajdonképpen örültem, hogy ezt végre kimondták. Most kimondták a Kiev Independentbe, hogy igazság szerint Bakhmuthoz nem kell kiképzés. Az 2 hét kell, és ülni kell a lövészárokba, és túlélni az orosz bombázást, aztán előbújni és lőni mindenre, ami jön szembe. És ebben igazuk van, ehhez nem kell igazi kiképzés. Tehát ez egy legenda, hogy hónapokig kell kiképezni a katonákat. Nem, a lövészárok hadviseléshez. Hát feladat függő. Igen, tehát védekezni hát kell. Nyilván, hogyha egy jobb rohamcsapatot akarunk egy lövészárokban, hát az más, persze, az egy rohamcsapat, de azt külön ki kell válogatni, és ki kell képezni, mint a németek az első világháborúban, érted? Az a Stutztruppen, érted? Tehát az teljesen más. De tehát nagyon rossz a sorozási rendszer az ukránoknál, és aránytalanul érinti a magyarokat, ez biztos. Mondjuk azzal az ukránoknál biztos nincs sok gond, hogy túlzásba vinnék a kiképzést. Hát igen, ezt mondom, szóval hogy... Összidőre lehet, hogy nagyon-nagyon sok, de ugye Milburn, akiről hát igen, már nemrég beszéltünk, igen, ő is arról emlékezett meg, hogy nagyon sok esetben még éles lövészetük sincs se azoknak, hol. Akik a igen, frontra igen, kerülnek. Hát én is ilyeneket hallottam, hogy Bakhmuti csatában most már jutottak olyan szintre, és ez is ezért volt feltűnő, hogy ez a Kiev Independent, ez teljes egészében amerikaiak által működtetett, papíron, ukrán sajtótermék angolul, 70%-ban amerikai újságírókkal az utóbbi időben. Jó, tehát ezt már egyszer kitaglaltuk, hogy ez mi, ez valószínűleg egy amerikai külügy és a CIA által dotált ilyen kibeszélő szócső. És ebben sokat vejerbéláznak, tehát utána, hogy megírnak, arra hivatkoznak az USA-ba. Hogy de hát megírta egy ukrán lap. Tehát ez kicsit azért arra is van, hogy amikor Zelenszkijéknek már nagyon elgurul, akkor kicsit helyre lehet őket tenni. Ez volt az idegen légiós ügyben, amit kitaglaltunk, Sasha Kuczynski és egyebek, és ez volt most is Bakhmut kapcsán, mostani cikk, 1-2 hetes, hogy hát elég katasztrofálisak az állapotok, és nagyon nagyok a veszteségek, nem olyanok, nem nevesítették, de hogy nem olyan, mint amit az ukrán hivatalos adatsor közül, és a lényeg az volt, hogy nagyon rosszul szervezett és gyenge a kiképzés, és ezt viszont kifejtették, hogy hát igen, hogy egyetlen éles lövészetük nem volt, néhány hetes kiképzést kaptak, azt mondták, hogy jó, először a második vonalba lesztek, meg a tartalékba. Ehhez képest egy éjszaka voltak még csak ott, közölték velük, hogy éjszaka vonuljanak előre, és azt mondták, hogy éles lövészet lesz, és ahelyett a fronton találták magukat egy erdőbe, úgyhogy nem tudták, hogy mi van a bal szárnyon, meg a jobb szárnyon. És a tisztjeik se tudták, és nem ismerték a terepet, és sötétbe mentek ki, és másnap támadtak a ruszkik. Tehát ez a katasztrófa biztos receptje, így bevetni ilyen alakulatokat. Ez az, hogy eljutott a húsdaráló arra a szintre, hogy már mindent beledobálnak, csak hogy ne álljon le. De tehát ez nagyon nem jön, és a kiképzésben tényleg gyakran volt ilyen már tavaly nyáron is, pont a kárpátaljai területvédelem kapcsán, hogy mondták, hogy jó, igen, örültek, hogy akkor most ismétlő kiképzés után ismétlő kiképzésen mondták, hogy jó, és akkor itt írják alá, hogy maguk 120 óra kiképzést kaptak páncéltörő fegyver használatban. És mondták, hogy nem is láttunk páncéltörő fegyver, nem baj, itt írják alá. Tehát jellemző az ukránokra, hogy az oroszokra is, hogy papíroznak,
és akkor köszöntük szépen, azzal el van intézve a probléma. És sajnos a sorozásban is nyilván kvóták vannak, ezt nem vallják be, de nyilván mindegyik területből ki kell állítani valamennyi embert. Hát van egy kis verseny is ott, főleg a nyugat-ukrajnai régiók versenyeznek egymással. Hát jó, hát ott azért az ilyen szicsgárdista nagypapákkal, ott az ilyen becsületbeli kötelesség, hogy el kell venni újupának, vagy valami. De igen, meg azért az is látszik, hogy ott a nagyon-nagyon keleti részeken ott viszont nem erőltették, ami tényleg a frontvonal közelébe van. Tehát például Harkovban azért nem vitték olyan nagyon túlzásba, az ilyen buszba berángatlak, és úgy vagy mozgósítva játékot. Ja, ott nem. Nem. Tehát ott meg kicsit úgy, mintha úgy, meg amit úgy szabadítottak fel az orosz megszállás alól, ott is úgy sokáig a Szumi környékén, ott ilyen, hát, el kéne menni katonának, aki akar itt jelentkezzen önként. Hát az Észak-Keletről nem érkeznek akkor a hírek, meg úgy, igen, akkor a toborzási toborzás számok sem. Igen. Tehát ott aránytalan az egész, ez részben érthető, mondom, Kijev meg Odessa az nagyon különbözik, Kijev egyértelműen meg akarta úszni egy szintig, meg ott ugye el lehetett azt sütni, hogy akkor mindenki valamilyen ad-hoc milíciába belépett papíron, és akkor ő már elméletileg benn volt a rendszerben. Ugye ezt a spanyol polgárháborúban is a köztársasági területen nagyon jól el lehetett játszani. Nem csinálta semmit, beléptél a milíciába, aztán hazaholtad a kaját. És bent aludtál néha a laktanyába, és ennyi. Tehát ezt olyan jól leírta. Tehát az a sorozási szisztéma, ez nagyon zűrös. Nem egy modern európai, de még csak nem is egy 19. századi európai államra jellemző, hanem egy ilyen, szinte egy ilyen oszmán birodalomnak a primitívségét idézi. Az ellátási rendszer, meg még annál is rosszabb. Az oszmánoknál legalább a kaja meg a lőszer az mindig megvolt. Hát ez a kettő szerintem az ukránoknál is azért többnyire megvan. Hát, jó, az oszmánoknál a tüzérség is mindig megvolt, akkor így mondom, na. Hát jó, hát most az ukrán tüzérségnek eleve óriási elvárásai vannak a lőszer mennyiséget. Igen, nevetségeseket mondanak. Ők amikor nincsenek, meg akkor is azért... Igen, tehát most is így várnák nyugatról az ingyen monnától 150 milliliteresekből, és olyan számokat mondtak, hogy még az Unió is azt mondta nekik, hogy az vegyenek vissza. Tehát ilyen 500 ezer darabot havonta, meg ilyenek. Hát persze álmodik a nyomor, jó, tudod. Álmodni lehet. Igen, hát jó, az igényük se lehet szegény kéknek. Igen, igen, és akkor még a visszakanyarodva a magyarokra, konkrétan itt még az idegen légióról nem esett szó. Egy biztos volt már. Biztos csatlakozott, igen, Horváth Ákos, akinek DH-val írták valamiért le a nevét. Valószínű elírás. Én láttam TH-val is amúgy. Hát javították, de az eredeti papíron úgy volt. Mindegy. Jó, nyilván itt a hallás angolok után, úgy hallották, igen, és akkor ő jelentkezett. Még valamikor március elején oda keveredett, igen, ez biztos. És hogy nem tudunk róla semmit. Ő lehet, hogy azon kívül, hogy mondta, hogy mit mondott, hogy I love Ukraine, vagy mi? Elmondta, hogy én magyar vagyok, és hogy Ukrajna a szomszédunk. Jó szomszédunk, igen. Hát igen. Londonból nézve nem annyira, de mindegy. És nem tudja tétlenül nézni, ami ott történik. És ahogy Huba kifejtette, nem a nyelvtörvény a gondolat. Igen, igen, hát, igen. Igen, hát ő róla tényleg semmit nem tudni, a legkorábbi ilyen idegen légióval kapcsolatos, hogy honnan mentek önkéntesek felsorolásba, ott volt, azóta se hallott soha senkiről semmit. Lehet, hogy elesett szerencsétlen, lehet, hogy tapasztalatot szerzett a lebombázott ukrán laktanyák között, ugye, és hazatért gyorsan Magyarországra vagy London alsóra. Lehet, hogy megsérült, semmit nem tudni, hogy mi van vele. Lehet, hogy egyszerűen elunta és gyorsan hazament. Tehát nagyon nagy volt az átjáróházott ugye márciusban, ugye kedvencet, Júli és társai. És nem tudni róla, hogy lett-e volna katona, vagy bármi. És hát a másik, ami érdekes, hogy idegen légióban hivatalosan a magyar külügy nem feszegeti, hogy vannak-e magyarok. Most ezt itt kell kijelentenünk, biztosan vannak.
ránéztem egy ilyen memorial oldalukra, nem tudom, hogy az mennyire hivatalos, 120 halottnak a neve volt rajta néhány héttel ezelőtt. Az ország egy csökkentett szám. Hát ugye nem is ilyen rég hozták létre ezt az oldalt. Igen, nem. Mondtál, tavaly évvégi. Aha, igen. És össze-vissza pakolnak föl mindent, tehát szegény Talitado Valle is ott van fölrakol, mint a nem rég halt volna, meg azt a tavaly nyáron volt. Tehát nem a... Hát valószínűleg az ismertebb harctéri veszteségek. De az ismeretlenek is ott vannak, tehát volt olyan is, aki teljesen no-name volt. Tehát nem csak az, szerintem akivel volt... De nyilván nem átfogasz, hogy Javorivnál... Igen, azt nem, nyilván nem számítják bele. Nem harctéri veszteség, szóval azt nem számítják be, meg... A más se, igen, tehát a lényeg az, hogy ott azért van, és ott volt fönn 4 vagy 5 olyan név, ilyen Balázs, meg más, tehát ilyen teljes egyértelműen magyar hangzású nevek, most megvan neked az, átküldtem, ugye? Majd bevágom. Jó, vágd be. Az egyik ugye egyértelmű, hogy spanyol, de volt valami magyar őse, tehát ott az nem valószínű, hogy neki olyan nagyon sok közel lenne Magyarországhoz. A többinél ugye egy van, ugye a Sipos, így írva, hogy Sipos, tehát az valószínűleg az egy anyaországi, mert hogyha határon túli lenne ott a se a szlovák, se a román, se a szerb hivatalos papírokban ez, hogy Sipos, ez nem így lenne írva. Essel. Tehát nem tudjuk. És más, a Balázs ZH-val az ugye nagyon ilyen angolos, tehát az lehet egy amerikás, az ánk fia vagy oda leszármazottja. Nehéz összerakni, de legalább 5 tényleg magyaros hangzású név van, csak az elesettek között. Ezen kívül volt néhány olyan, aki nem az elesettek között volt fönn, és köszönjük a szolgálatot, már hazatért, Duma. Illetve volt olyan is, akinél rendesen kint volt a piros, fehér, zöld, meg minden, és ott meg az volt, hogy kórházi ellátás alatt, mert megsérült. Na most ehhez képest ugye a magyar médiában erről semmit az ég adta egy világon nem lehet hallani. A magyar külügy is erősen próbál úgy csinálni, mint hogyha ez nem lenne. Az biztos, hogy próbálkoztak az ukránok toborzással Budapesten a legelején, ahogy mindenhol próbálkoztak. Tehát ezt ugye mondtam az előző évben, Japán, stb. Ügyeket. Volt erre kísérlet, az nem nagyon valósult meg, de azért keveredtek oda, ha nem is pont konkrétan Magyarországról, de hogy magyar illetőségű hazánk fiai, vagy Magyarországon elszámazottak, vagy határon túl magyarok. Vagy hazánk lányai, hogy rátérjek a... Igen, hát a Huba nagy kedvence, akkor vedd át, igen. Tehát ennyit erről nem tudjuk pontosan a számokat, de sajnos halott biztos, hogy van, és sérült is magyar vonatkozásban, az ukrán idegen légióban. Tehát nem csak ott kell halottat keresni, ami a rendes ukrán hadsereg. És lehet amúgy az önkéntes csapatok között is magyar, aki önként ment oda. Lehetséges, igen. Lehetséges. Aki viszont ismert, az Fajk Emese. Ő egy ausztráliai magyar hölgy, és ő az idegen... Magyar kalandor és csalónő. Idegen légiónak a kommunikációs igazgatója volt júliustól kezdődően pár hónapon át. Nem sokáig. És végül is 2,5 millió dollárnyi a segélyekből, illetve az egészségügyi szállítmányokból származó pénznek az elsikasztásával vádolták meg. Hát, ügyes volt. Hát ez volt hangfelvétel is, amiben így megemlékezett róla, hogy hát igen, abból mindig leszokott szedni valamennyit az adományok. Jaj, milyen okos volt ez. Igen. Azért mondom az előtörténetét is, nem volt ismeretlen a nemzetközi hatóságok. Hogy már Ausztráliában is próbálkozott csalással, ott valamilyen valóságsók körül volt valami ilyen ügylete, ahol nyert egy házat, de aztán kiderült, hogy a papírok hamisak voltak. Minden esetre el kellett hagyni Ausztráliát, az az ügy lényege. Itt az öreg kontinens rokon szenvesben. Igen, és akkor Abigail Fush álnéven élt Portugáliában. Ismét mi történt vele? Majd pedig, hát ott is a főbérlőjét, aki így szeretője volt, átverte. Jelentős összeggel őt is megrövidítette. Utána jött Ukrajna. Az idegen légió, mint mondtam, mindenkinek otthont jelent. Itt a nem ilyen soktemű amerikai tókezdve, sokféle kompetenciáival próbált így
próbált így felvázolni magára, az például, mint kiberbiztonsági szakértő. Biztos, a többször sikkasztol mások az. Sok köze nem volt a dologhoz, minden esetre így vagy úgy, de ő lett a kommunikációs igazgató. Ja. És hát ugye ott történt ez a kis sikkasztás, ami után még ő fenyegetőzött amúgy így, hogy... Rendkívül okos módon. Igen, igen. A korrupció, a külföldi adományok eltűnése, az, ahogyan a külföldiekkel bánnak, ha ezekről elkezdek beszélni, akkor az ukrán hadsereg szétesik. Ahogy azt Marcsika a képzeli, mellékesen lehet, hogy az a nagy sértődőség azért, hogy őt is megtámadta Sasha Kuczynski, vagy valami, nem tudom. De hát, nem az ítélő képességéről fogjuk ezt a hölgyet. Szóval ez volt Mockingjay-nek, ugye fecsegő bosszát az éhezők jövőjából, ez volt a fedő neve, ez volt az ő idegen légiós karrierje. Hát igen, tehát hozzá képest tényleg azt kell mondani, hogy még Sandra Andrészenájra is szinte szimpatikusnak tűnik, szinte. De csak szinte, igen. Hát Talita Dovalle meg egy igazi amazon.